hol csendesebben, hol erősebben szakadó eső, és ehhez illően mély talaj fogadta a csapatokat, és ez a tény teljesen meg is határozta a mérkőzés képét. A vendégek a 10. percben szerezték meg a vezetést, amikor Kornyutyák rossz labdérintését követően Meltzer ugrott ki, és gurított a várdai kapuba. Az egyenlítésre a 28. percig kellett várni, Lázár jobboldali beadását Izin kapásból vágta szűzkapujának bal felső sarkába. 2 perccel később ismét a dunaújvárosiaknál volt az előny, a lesrejátszó védők között magasföldjével a túlcsában megálló labdát Ivancsics kapujába. Újabb 2 perc múlva Koszta fejesét követően Szűcs védett bravúrosan, így a szünetre vendégelőnnyel vonulhattak le a csapatok. A második félidőben a hazaiak mindent megpróbáltak a tovább nehezedő körülmények között, és a 86. percben sikerkoronázta az erőfeszítéseket, Kulcsár jobboldali beadását Koszta juttatta fejjel a dunaújvárosi kapuba, megmentve ezzel 1 pontot csapatának. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben jobban játszott a csapat, mint a második félidőben. Az első félidőben egyértelműen miénk volt a mérkőzés mindenféle tekintetben. Sajnos 2 olyan óriási egyéni hibát követtünk el, amelyből gólt tudtunk kapni, amit nagyon nehéz még egyáltalán elkerülni is. Örültünk annak, hogy a csapatnak sikerült akkor ott egyenlíteni. Tényleg nagyon gyorsan jött a második találat. De hát mindenféleképpen ki akartunk egyenlíteni, vagy meg akartuk fordítani ezt a mérkőzést. A vendégek edzője elégedett volt az 1 ponttal, csak a hajrában bekapott gól miatt volt némileg csalódott. Előre odaadják az 1 pontot, azt hiszem, hogy itt elfogadtuk volna. A mérkőzés összképe alapján megint azt lehet mondani, hogy igazságos eredmény született. Hát ez fáj egy kicsit, hogy nem bírtuk ki már azt a 4-5 percet, ami hátra volt a mérkőzésből, de én úgy érzem, hogy a hazai csapat maximálisan rászolgált arra, hogy kiegyenlítsen. A forduló további eredményei: Sziget-Szent Miklós Siófok 3-3, Gyirmót Balmazújváros 1-0, Csákvár Zalaegerszeg 3-2, Szeged Vác 1-1, Soroksár Mezőkövesd 1-3, Szolnok Sopron 1-3 és Ajka Budaörs 1-0. A tabella élén a 23 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 20 pontos Mezőkövesdet és a 19 pontos Zalaegerszeget. A 15 pontos Kisvárda Mastergurd a 6. helyen állva utazik a következő fordulóban a sereghajtó Vác otthonába.